Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Dóra vagyok. A mai videó egy LMBTQ kérdezfelelek videó lesz. A szokásos helyen, vagyis Instagramon kértelek meg titeket, hogy tegyetek fel nekem ezzel kapcsolatosan kérdéseket. Meg szeretném mindenkinek köszönni, akik ismételten hozzájárultak ahhoz, hogy létrejöhessen ez a csodálatos LMBTQ Q&A videó. A tőlem szokásos módon láthatjátok és hallhatjátok továbbra is. Ebbe a sapkába összegyűjtöttem néhány kérdést, amiket random egymás után fogok kihúzgálni és megválaszolni őket. Szóval lássuk is az első kérdést. Az első kérdésünk úgy hangzik, hogy ha most választhatnál, melyik külföldi videóssal csinálnál közös vidit? Én most is, és bármikor is, csak is Shannon Beveridge-el csinálnék közös videót. A következő kérdés úgy hangzik, hogy összejönnél egy biszexuális lánnyal? Na hát képzeljétek el, hogy én nagyon sok ilyen kérdést láttam már a gyakori kérdéseken, illetve a TikTokon is válaszoltak meg pontosan ugyanilyen kérdéseket leszbikus lányok, és nagyon meghökkentő volt, mert a többség azt válaszolta, hogy ők egy kicsit így szkeptikusak a biszexuális lányokkal kapcsolatosan. Ugyanis mi van akkor, hogyha ő meggondolja magát egy párkapcsolatban, és visszamegy egy sráchoz. Ha mellettem van egy biszexuális lány, és működik a párkapcsolatunk, tetszem neki, megtalálta bennem azt, amit ő keresett, egészséges a párkapcsolatunk, akkor miért gondolkodna el ilyesmin? Tehát én úgy vagyok vele, hogy mellettem van, engem szeret, akkor miért gondolnám meg magát? És én egyébként pont, hogy leszarom, meg nem szokott érdekelni egyik párkapcsolatomban sem az, hogy az illető kivel randizott előttem, kikkel járt előttem, mert az a múlt. Nem foglalkozom ezekkel egyáltalán, csak azzal foglalkozom, hogy a mi párkapcsolatunk működjön, építgessük egymást, segítsünk egymásnak, de legyen szó akár egy pánszexuális lányról is, én pontosan ugyanígy vagyok ezzel. Számtalan olyan párkapcsolatot láttam, ahol az egyik fél biszexuális vagy pánszex, a másik ugye leszbikus, és már eljegyezték egymást, gyerekük van, és boldog párkapcsolatban élnek. Szóval igazából mindenféleképpen én azt gondolom, hogy meg kell adni az esélyt, és lehet, hogy a végén azt fogod mondani, amikor megismered az illetőt, hogy úristen, hát vele sokkal jobban működnek a dolgaim, mint annó egy leszbikus lánnyal. Tehát én abszolút így vagyok ezzel a kérdéssel. Úgyhogy lássuk is a következő kérdést, ami úgy hangzik, hogy külsőleg mi volt az első jele, amiből látható volt, hogy más vagy? Ruházkodás, viselkedés, meg ilyesmikre gondolok. Na hát pontosan eltaláltad egyébként. Az öltözködésem az abszolút el. Tehát én mindig azt mondtam anyának gyerekkoromban, hogy én fiúruhákat akarok hordani, vigyen el engem a fodrászhoz, és vágassuk le teljesen rövidre a hajamat, és képzétek el, minden alkalommal elvitt engem a fodrászhoz, és levágattuk rövidre a hajamat. A viselkedés is pipa, mert mindig fiúkkal játszottam, fiús játékokat játszottam, a papás-mamás játékokban én voltam a papa. Viszont erről készíteni fogok majd nektek egy videót, ugye az öltözködésemről, hogy hogyan változott az öltözködési stílusom, hogyan találtam rá önmagamra. Ezt majd szépen fel fogom nektek vezetni gyerekkoromtól kezdve, ugyanis hát ahogy hallhattátok, most válaszoltam meg, hogy már akkor kijöttek nálam ezek a fiús dolgok, nagyon durván korán, és abban a stories videóban majd lesz néhány mélyebb gondolatom is, amiről szeretnék majd veletek beszélni, de nem is szeretnék most eltérni ettől a videótól, szóval a legelső jelei ezek voltak, amikből látható volt az, hogy hát én nem úgy működöm, mint a többi kislány. A következő kérdésünk
Mit szoktál tenni, amikor beszólogatások érnek a melegséged miatt, akár az interneten, akár az utcán? Legtöbbször engem az interneten szoktak megtalálni, ahogyan ezt az előző videómban is láthattátok. Nem szoktam visszaszólni az embereknek, fogom és egyből törlöm a kommenteket, csak először leszcreenshotolom, hogy aztán tudjak belőle csinálni egy kommentreakciós videót, szóval akik még nem látták ezt a videómat, azok mindenképpen csekkolják le. Az utcán úgy szokott beszólogatás érni, vagy csúnya tekintetek, amikor a párommal sétálgatok kézen fogva, de igazából ezt is úgy kezelem, hogy amikor észreveszem, hogy valakik úgy néznek, és látom azt, hogy esetleg oda is akarnak jönni, beszólni, jól megmondani a magukét, akkor mindig mondom a páromnak, hogy figyelj, menjünk már arrébb, vagy menjünk már el innen messzebbre, hogy ne is lássanak minket. Én egyáltalán nem vagyok annak a híve, hogy beleálljak emberekbe, kötözködjek velük. Én minden esetben szeretem kerülni a konfliktust, ezzel sem vagyok egyáltalán másképp. A következő kérdésünk... Huha! Mit tettél volna, ha a szüleid kitagadtak volna a másságod miatt? Képzeljétek el, én ezen nagyon sokat gondolkodtam, és borzasztóan szomorú lennék, és nagyon durván magam alatt lennék, és fixen nem menne egyedül, tehát én mindenféleképpen kérnék külső segítséget a feldolgozásban, és tényleg baromi nagy respekt azoknak, akik ebben a cipőben járnak, ugye, hogy kitagadták a szülők, mert rohadt nehéz lehet, és bele sem tudok abba gondolni, hogy én mihez kezdenék, hogyha másképp reagált volna erre a családom. Úgyhogy nagy tisztelet nektek tényleg, hogy akik kibírják ezt, és akik úgymond vagy meg tudtak küzdeni ezzel a tudattal, vagy tesznek azért, hogy fel tudják ezt az egészet dolgozni. Hát nem egyszerű, gyerekek, nem egyszerű, sajnos. Következő kérdés. Szóval úgy hangzik a kérdés, hogy fiú vagy lány gyereket szeretnél? 19 éves voltam, amikor úgy igazán elkezdtem ezen gondolkodni, és én mindig úgy voltam vele, hogy én egy gyereket szeretnék, és egy lány gyermeket. És képzeljétek el, hogy mostanában kezdtem el azon gondolkodni, hogy ha lenne vagy lesz majd gyerekem, akkor milyen lenne, ha már ilyen 20-25 éves lenne? Mi lenne a neve, hogy nézne ki lenne a párja, mivel foglalkozna, mi lenne az érdeklődési köre, kik lennének a barátai. Tehát így igazából mindenre nagyon kíváncsi vagyok. Következő kérdés. Mindig is biztos voltál abban, hogy a lányokat szereted? Abszolút mindig. Tehát én gyerekkoromban, amióta az eszemet tudom, azóta tudom magamról azt, hogy én másképp működöm, szóval soha nem kételkedtem abban, hogy ez másképp van, egyszer sem. Következő kérdés úgy hangzik, hogy te soha sem sminkeltél, vagy festetted a körmöd? A hajadat festetted valaha? Sminkelni sminkeltem már, rockkoncertre elég gyakran úgy mentem, hogy kihúztam a szememet, és ugye a körmeim is ki voltak festve feketére. Mostanság is festem egyébként a körmeimet, de csak a lábaimon. Aztán lehet, hogy egyszer az ujjaimon is fogom festeni a körmömet, soha sem lehet tudni. A hajamat viszont egyszer sem festettem még. Én nagyon-nagyon imádom az eredeti hajszínemet, és tényleg úgy vagyok vele, hogy majd csak akkor szeretném festeni, amikor már nagyon elkezdek őszülni, ilyen felvállalhatatlanul. Már most vannak ősz hajszálaim, de azokat ki lehet vágni még ollóval, tehát még nem szaladt el annyira a helyzet, hogy hajfestékhez kellene nyúlnom, szóval addig egyáltalán nem szeretném festeni a hajamat. Aztán utána lehet, hogy ki fogok próbálni néhány dolgot majd a hajammal, nem tudom, meglátjuk. Következő kérdés úgy hangzik, hogy hány évesen volt az első barátnőd? 22. Következő kérdés.
Szóval, vállalnál gyereket? Ha igen, akkor szülnél, vagy örökbe fogadnál? Igen, szeretnék gyereket, vállalnék gyereket, és nagyon érdekes, mert bennem azok az ösztönök sohasem voltak ott, hogy én szülnék gyereket. Én mindig úgy voltam vele, hogy az lenne a legjobb, hogyha a párom szülné meg a közös gyerekünket. Következő kérdés. Szoktál meleg szórakozó helyekre járni? Elég ritkán, viszont volt egy szórakozó hely, ami nagyon-nagyon megtetszett, ez a Polygon nevű melegbár. Ide biztos, hogy vissza fogok még menni. Az utolsó kérdésünk pedig úgy hangzik, hogy kifejezetten LMBTQ plusz közönségtalit nem akarsz szervezni? Jó lenne, ha csak erről a témáról beszélgetnénk. Én sima közönségtalálkozón is elgondolkodtam mostanában nagyon, viszont ez a kérdés, ez nagyon-nagyon megtetszett, hogy csak simán ugye LMBTQ plusz embereket hívjak meg, viszont én úgy gondolom, hogy ez úgy lenne kivitelezhető, hogy több közönség találkozót csinálnék, és 10-15 embert hívnék meg, mert én azt gondolom, hogy annak semmi értelme nem lenne, hogy 30 vagy 40 ember eljönne a találkozóra, és nem tudunk egymással beszélgetni, nem tudunk egymásra figyelni, XY-ra nem maradna idő, és én ezt nagyon nem akarom, én is szeretnélek titeket ugyanúgy megismerni és beszélgetni veletek, és én azt gondolom, hogy akár egy ilyen közönség találkozó az lehetne ilyen 2-3 óra hosszás is, főleg amíg ugye ilyen jó idő van, úgyhogy abszolút tervezek ilyen LMBTQ közönség találkozót, és az a tervem, hogy Instagramon privátban közölném veletek azt, hogy hol lenne ez a közönség találkozó, meg hát ugye a részleteket. Úgyhogy tudassátok velem mindenféleképpen, hogyha szerintetek is jó ötlet ez a kis LMBTQ közönség találkozó. Viszont elérkeztünk a videó végéhez, nagyon szépen köszönöm még egyszer mindenkinek, akik föltették ezeket a király kérdéseket, és köszönöm szépen mindenkinek, aki megnézte ezt a videót. Hogyha tetszett nektek, akkor dobjatok egy lájkot, és hamarosan találkozunk a következő videóban. Nagyon vigyázzatok magatokra. Sziasztok! Tudjátok, hogy vettem fel ezt a videót? És mindig nevettem egyébként azon, amikor tévében ilyeneket láttam így híradósoknál, stb., hogy ülnek, és felültök elegáns, ingbe vannak, viszont alul csak egy boxer van rajtam.